Na helló, srácok! Újabb csomagbontós videó. Ez a csomag már nagyon régóta itt van, csak nem volt érkezésem kibontani. Már kurva nehéz, és alig bírtam felrakni. Ismételten a C plusz C elektróból kaptam, domaszékről. Aki még nem hallotta helyről, annak ajánlom, hogy nézze meg legalább a weblapjukat. Igazi kincses bánya, de így a csomagból is látszódik, hogy mivel foglalkozik a cég. De gondolom már, aki rendszeresen néz, az tudja, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Nézzetek el, minden pénteken nyílt nap van. Kincses bánya, ennyit tudok csak mondani. Na! Looking for something Temerath Tanai. Van itt rögvest, kettő darab ILC kábel, úgy látom, hogy 3 méteres, ilyen sárga színű, ezeket imádom. Ez annyi problémát megold, sőt, ez lehet, hogy nem is 3 méteres, ez még több. Mérjem csak le. 1, 2, ez 5 méteres, baszki. Ilyet még nem is láttam, gyári 5 méteres kábel. Ez annyi problémát meg tud oldani, most gondoljatok bele például, hogyha fent a traverzen messze van egy elosztó, vagy valami, akkor ezzel nem kell még egy elosztót elhúznod, hanem ezzel meg tudod oldani. Vagy hogyha messze van bármilyen eszközöd attól, ahol használni szeretnéd, akkor nem kell egy hosszabbító, meg még egy ILC kábel, hanem itt van 5 méternyi ILC kábel, ez zseni. Még ilyen 5 méteres nem is láttam, úgyhogy ez megint nekem is újdonság. Kurva jó. András, fasz a csávó vagy. Na nézzük! Van itt egy Sheffield kártyának a ventilátora. Elég elhanyagolt állapotban került le a videókárolyról. Persze, hát dobáljat, hülye gyerek. Ez még egyszer akármire is jó lehet. Persze ilyenkor mindig az itt eszembe, hogy majd erősítőt építünk, és azt fogjuk. Ez valami satás. Ilyen rek téma. Ezt viszont nem fogom tudni használni semmire. Viszont ez kurva nagy kincs, mert a kis robotlámpákban ekkora ventilátor van, és azok meg gyakran szeretnek beszarni. Mert hogy ez, gondolom ez nem olyan, hogy ez mindegyikben jó. Na itt van ez a reggép, nézzük csak meg. Most ezt nem fogjátok látni. Emlékeztek, a múltkor kaptam ezt a szerver masinát. Hogyan van ez? Ebben volt ilyen ablak, nem? Vagy ennek belül volt? Na, mindegy, nem kezdek most neki elszerelni. De ha nem is tudom magát, ezt a fiókot semmire sem használni, a ventilátorok azok iszonyatosan nagy kincsek. És rögvest van itt belőle kettő, úgyhogy már 4 lámpányi ventilátor van benne. Micsoda masszív szerkezet ez, hé. Intel hűtő. Ez a jobbik fajta. Ez is jó. Hű. Még ezt sem tudom, mire fogom használni, de 8x8-as ventilátor van rajta. Az meg Ecopitunak kincs, úgyhogy ha kér tőlem ventilátort, akkor tudok neki adni rögvest. Ja nem, ez a 8x8-as, az meg 9x9-es, igen. Úgyhogy 8x8-asból van itt. Hűha, tápegységek. Ó, de még hozzá milyen jó tápegységek. Mi vagy te? Azt mondja, majd egyszer 180 zac, 264 zac, max power 430 zac. Hibátlan, király, teszteljük csak le. Hozom is a táptesztert, és jól leteszteljük. És ez tök jó lesz ilyen
régi gépeket berhelni vele, mert hogy ugye abban nem kell 8 millió wattos tápegység, ám de mégiscsak egy pofás, úgymond jobb minőségű tápegység lehet benne. Jó, nyilván nem csiftek, most nem kell írni, hogy ez nem jó minőség, a csiftek, meg a tekem tudja mi a jó minőség. Most egy olyanhoz hasonlítom, ami mit tudom én, 3 gram az egész tápegység, és nem ér 2 forintot se. Na nézzük csak meg. El is indult. ...11,7 voltot mutat. Hozzá van kötegelve egy SATA kábel. Nézzük csak meg, bedugunk egy ilyet is. Jó, ott azon is megvan, 3,3, 5,2. És akkor nézzük meg a proci ágat. Proci ágat meg úgy tudjuk megnézni, hogy ezt is rádugom, és akkor megvan az is. 11,7, 12,2, 5,2, 3,3, 12, hibátlan. Tökéletes. Most éppenséggel rádughatunk egy szatát is. Jó, hogy Csike Laci adta nekem ezt a táptesztert. Hogyan van ez? Így. Jó, hogy Csike Laci adta nekem ezt a táptesztert, mert azóta egy csomó gondom megoldódott. Teljesen jó. Hibátalan. Mert föl a polcra. Már is van egy jó kis tápegység, amivel lehet tesztelni. És egyébként még egész pofás is, mert ilyen tök jó aranyszínű rács van rajta, meg ilyen arany, vagy ilyen, nem is tudom, ezüst, vagy picsa tudja milyen színű ez a tápegység, de rohadt jól néz ki. Ide kerítünk neki helyet a táp szekciónál, ide föltesszük. Mert hogy itt már úgyis van egy tápegység, és akkor mától itt a tápegységek fognak lakni. Én ezt most így eldöntöttem. Nagyszerű. Úgyhogy ekopityú, ha mégis beszart a tápod, mondtam a múltkor is, hogy nagy valószínűséggel találunk neked, de így most már biztos, hogy találunk neked tápegységet. Na, itt van a tesója. Úgy érzem, hogy egy kicsit nagyobb lenne, mármint súlyra. Ez mit ír? Intel Pentium 4. 4 amper, hol írja? Nem írja, hogy hány zaccos? Ti már biztos látjátok, hogy ott van max 420 zacc. Ezt is bedugjuk, csak így bátrak vagyunk. Jó. Bátrak vagyunk és bedugjuk. De ti ezt ne csináljátok utána. Jó, ez is okés. Rádugjuk a tápot is. PG 780 millisekundum. Mi az a PG? És miért sok alja? Az előbb csak 300 millisek volt. Ez micsoda? Valami kommunikálna valamivel? Na most már, ja, lehet, hogy későn dugtam rá. De ez is teljesen jó. Hát igaz, a 12 voltos ág csak 11.
Itt is csak 11, de lehet, ha be van terhelve, akkor még jobban leesik. Lehet, hogy ezen már egy elkócsere nem ártana. De jó illat jön ki belőle. De a lényeg, hogy működik. Majd kipróbáljuk egy compúterbe, hogy abban mit mutat. Bár szerintem erre már egy elkócsere rá fog férni. De hát annyi baj legyen. Most pár száz forintból fölelkózol egy ilyen tápot, és akkor megint van. Van mivel baszkódni. Ja, de jóval nehezebb, mint ez a másik HKC. Pedig majdnem ugyanaz a burkolat, csak az már verzió 2. Legalábbis a papírja szerint. Na nézzük, ne, itt van csiftek. Engedd már el, a rák evett volna meg. Vagy mi van ezzel? Ez micsoda? Na várjatok már, itt mi történik? Figyeljétek már ezt. Ja, de király, van rajta egy izé. Van rajta egy 6 pines VGA a csatlakozó. Két molex, ez megint csak kincs. Milyen jó formája van már. Így le van csapva a széle, én nem is láttam ilyet. IRENA Series Chiftek. Hú, de jó nézel ki az anyád kurva hétszentségét. Hány zacot tudsz? Ez egy 400 wattos chiptek tápegység, de állítom, hogy ez a 400 watt azt a 420-at megzabálja reggelire. Mert hogy azért ez csak egy chiptek, és a tápegységekről van szó, a chiptek az szerintem egy egész jó téma. Na nézzük, elindul-e. Dugunk rá egy rádugnivalót. A 430 az a PG az olyan ping lenne? Mikrosz vagy millisekundon? De mit pingel? A 300. Ennek viszont megvannak a feszültségei rendesen. Hú, de nem lehet látni azt a kijelzőt. Úgyhogy ez is működik. Megépítjük azt a Tuning P4-est, akkor ezekből lehet válogatni, mert ezek korhű tápegységek is, ez a chiftek, ez mindenféleképpen korhű. Azt gondolom. És hát még ráadásul, ami a legszebb benne, hogy még működik is. Az igen! Mi a picsa? Ennek valami nagyobb teljesítménynek kell, hogy legyen, mert jó nehéz. Hát te mi vagy? Hypro, ezek is jó tápuk, 400 watt. Az van, vagy kétszer olyan nehéz, mint a másik volt. Ej, András, miért küldesz nekem ennyi jó cuccot? Rugott akkor át a táp. Az én hálózatszon. Na, hogy gyötör ez a rák allergia, hé. Meregy már ott. Jó, elindulni, elindul ez is. Ezen már van külön dedikált 6 pines VGA. Na, eddig ez a legkisebb pinggel rendelkező. Ez csak 260 millisek, bármit is jelentsen. Majd valaki írja már le, hogy mi az Isten az a PG. Jó, ezt is jónak tekinthetjük, bár egyébként, ahogy Andrást ismerem, ő már letesztelgette, mielőtt ide küldte őket, majdnem biztos vagyok benne. Mert hogy rossz lenne úgy csak küldeni ide, hogy Andrást ismerem. A csávó egy kicsit, hogy is mondjam, hát ha én sarkos vagyok, akkor ő nem tudom mi. Szoket egyes hűtő.
ebből se lesz már több, ez is kincs. Egy sima CPU cooler, bármire. Ez valamilyen chipset hűtő. Nem, ez egy videókártyám volt. Ki tudja, hogy egyszer fölkerül-e még valahova. Még egy Socket 1-es hűtő. Egy ilyen custom hűtő. Mert hogy ez nem eredeti Intel. Hanem ezt így te tudtad rá venni. Ráraktad és boldog voltál, hogy kicserélted a hűtést. Gigabyte chipset hűtő, vagy VGA hűtő, vagy bármi. Hú, itt a Zalman. Ez egy Zalman hűtő. Van súlya bőven. Hú, ez gyönyörű szép hűtő. Hát ugye hiányzik a ventilátor, meg a lefogató rész, de ki tudja, hogy egyszer meg lesz-e vagy sem. Ezeken nem kell aggódni. Majd egyszer csak jön hozzá a többi része is. Van itt egy rézmagos CPU hűtő. Régi pencsó. 375 vagy 378. Mi is volt ez a tokozás? Várjátok csak. Itt van ez a gépezet. PGA. 370, bocsássatok meg. Ha jól sejtem, ennek erre is rá kell, hogy menjen. Úgy bizony. Hát régen nem nagyon variálták túl ezeket a hűtőket, majd mindegyik ráment. Ezt is majd be fogjuk röffenteni, ezt a deszkát, mert nagyon kíváncsi vagyok arra a P3-asra. Tudjátok, nekem a P3 van így beakadva. Zephyr hűtő, vagy Sefir, ki hogy szereti mondani. Egy megcsonkított Inno 3D. Ez megint csak valami VGA-ról származik. Gigabyte-ról. Ez egy Radeon Károly. Ez valami korai Zafir kártya. Gábora volt. Na, egy gyári Intel hűtő. Kíváncsi vagyok rá, hogy hány lábát törték el. Ez nincs eltörve, ez el van. Ez is el van, ez is el van. Én nem tudom, az Intel, amikor ezt kitalálta, hogy ezeket a fiszfasz szarokat rárakja, hogy akkor mit érzett. Még egy videókártya hűtő. Hú, ez valami izé volt, 210 vagy 220-as, ilyen nagyon low budget kártya. Ennyi volt rajta a hűtés. Egy gigabyte alaplapi hűtő, ez biztos, hogy jó lapon lehetett. Csak így ide van ragasztva, de érdekes. Ez volt a chipset hűtője talán. Ez egy Nvidia hűtő. Volt fénykorában. És akkor úgy látom, hogy van még itt millió darab tápegység. Meg van itt DVD olvasónk, szatás, ami tök jó, mert abból mindig szarul álltam. Hát most már nem, már a múltkori pakk után sem. Ugyanaz. Még egyszer ugyanaz. Mi vagy te? HL Data Storage. Ez LG cucc lenne? HL. Nem nagyon dicsekszik vele, hogy mi a márkája. De végül is lényegtelen is. Ha működik, akkor meg pláne. És még egy ugyanabból. Meg még egy. Hopp. Meg még egy. Mi van, panaszkodtam, hogy nincsen izé szatás DVD-romom, vagy mi a picsa van? Rögves lett 6 darab. Pardon, 7. András! András, mi van veled? Semmi?
Valószínű panaszkodtam, csak nem emlékszem. András meg overkill-be tolja. Jó, hát te meg mi vagy? Nézzétek már milyen furi. Kilóg a síkból a venti. FSP, ez is egy jó tápegység. Ez mit mond? FSP 250, hát akkor ez valószínűleg 250 wattos tápegység, azért is ez a low profile kialakítás. Igen, valószínűleg ez 250 zaccos. Mercury. Na, ezek az igazi korabeli P4-es tápegységek. Nézzétek, még van rajta olyan, ami még a régi alaplapokra ment. Igaz, csak az egyik fele. Nem több 300 g-nál maga a tápegység. Itt van még egy ilyen FSP 250-es. Ezeken már van SATA, teljesen használható gépépítésre. András, a tápegység problémámat megoldottad egy életre, mint ahogy a tápkábelt is. Te mi vagy? Kodegen. Hú, jaj, a kodegeneket nem szeretjük. Azokra mindig fújnak. Viszont 350 zacos, nincs baj velük addig, amíg nincs baj. Utána elkezdenek hülyéskedni. Csiftek. 400 wattos. Hát ez is egy gyönyörű szép táp. Úgyhogy ezek még mindig pénzt érnek, ezek még mindig drága cuccok. András! András! Hú, gyerekek, tápegységből egy életre megoldódott. Úgyhogy tápot már soha többet nem kell vegyek, úgy gondolom. De még mindig van itt a dobozba. Még mindig van itt egy FSP 250. Meg van itt egy Kodegen 350. Ezek ha működnek, akkor ezek mennek a retro gépekbe. Na, ez egy no-name tápegység, Spire. Kár, hogy nincs itt kint egy mérleg, hogy tudnám nektek megmutatni. Hogy ez a különbség egy jó és egy gyengébb minőségű tápegység között. Tehát ugye látszik is, hogy alig van rajta kimenet, nyilván, hogy minél kevesebb eszközt tudjál rádugni, és hogy ne terheld agyon a ventilátort. De ezt a dobozt én most itt ki fogom nevezni hűtősnek, mert hogy amit eddig hűtősnek használtam, pardon, az már megtelt, mint olyan, úgyhogy mától ebben fognak lakni a hűtések. Nem dobáljuk ki azokat sem, amelyek szorulnak, mert ha valahol a zsibin hozzájutok egy videókártyához, amin nincsen hűtés, és csak annyi nyűrje vagy, nincs rajta a hűtés, de amúgy meg lehetne menteni, akkor tessék, itt van, majd lehet belőle válogatni, és meg lehet oldani. Itt nem kér enni, elfér. És ha jön egy kártya, akkor majd szépen dúrunk innen. Mert hogy sokszor azért kerülnek kukába a kártyák, mert zörögnek, zajosak. Már nem lehet hozzá kapni hűtést, a gyárit nem lehet megjavítani, és ezért inkább kidobják. Na jó, srácok, most erre a videóra ennyit. Én köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. András, megint hatalmas nagy pacsi neked, hogy így felszereltél engem tápegységgel, meg szatás DVD lejátszóval, vagy mi ez DVD-rommal, úgyhogy megint csak hála és köszönet, meg mindenkinek, aki csomagot küldött nekem, mert jócskán megdobtátok a gyűjteményemet, és nem áradozok tovább. Köszönöm szépen, srácok, András, neked is hála, jók legyetek, srácok, szevasztok!